végre egy kicsit megint bűvül a rendszer. Most itt egy hang cuccot sikerült megvásárolni. Ez a Tascam VLS3 típusú stúdió monitora. Ebben a dobozban érkezett, kérem szépen. Itt láthatjuk a főbb feature-öket, németül, japánul, itt pedig angolul és franciául, CE, tehát nyilván európai szabvány. Láthatjuk, hogy néz ki maga a két hangfal előről, itt pedig, hogy milyen hátulról. Itt vannak a különböző specifikációk, még egyszer angol nyelven. Na most ennek a hangfalnak ugye az a legyik legnagyobb előnye, hogy ez erősítős, az egyik fele, a másikat pedig arra kell rákötni, az nyilván nem igényel külön áramforrást, és két bemenet van rajta, van itt egy ilyen RCA, meg van egy sima 3,5 mm-es jack bemenet is. Na és akkor most bontsuk ki a dobozt, de még eddig nem sikerült kibontanom, mármint nem bontottam ki, mivel itt elsőként. Itt van egy számla, ezt most nem mutatom meg nektek, de ez egész pontosan 27.900 forintba került, és a DJ Soundlight Kft-től rendeltem. Na, hogyha tovább bontjuk a dobozt, itt van az abszolút, nem tudom, szabvány. Szabványosat mutató tápegység. Lesz is innen ezt a gyönyörű kartonlapot. Itt az egyik hangfal. Igen, ez az a... Ó, basszus, ez csak ilyen pici. Esküszöm, hogy azt hittem, hogy nagyon. Itt az egyik hangfal. Ez az, ami... Ó, viszont tömege azért van. Most tehát. Ez az, ami ugye nem erősítős. Bemenet. És rá is mondja, hogy right. Ugyanis az erősítős az, majd a bal oldali lesz. Akkor ezt ide tesszük, ide a képen kilóg, nem baj. Jó, még itt a másik hangfal maga. Jól becsomagolták, megfelelően optimálisan. Íme, az elején semmi különbség nincs, viszont ha megnézi az ember a hátulját, itt van egy kibekapcsoló gomb, itt van ugye az a bizonyos RCA, itt a 3,5 mm-es jack, és van egy hangerő szabályozó is, valamint ugye itt lehet csatlakoztatni azt a bizonyos tápegységet, és jelzi is egy leddel, hogy ez megtörtént. És akkor még kicsit túrjunk el a dobozba, van benne egy leírás, angol, francia, spanyol, német, olasz, és szerintem az kínai nyelven, illetve van itt némi kábel, méghozzá egy, amivel össze lehet kötni a kettőt, ugye, illetve van egy RCA kábel is, aminek a vége nagy jack, úgyhogy ez ilyen keverőpultos megoldással teljesen tökéletes lesz. Jegyzem, ennek a két hangfalnak nem itt lesz a helye, hanem a másik asztalomon, ez csak egy ilyen ideiglenes, most itt így leteszelem. Kipróbálom, hogy mennyire szól jól. Az egyik, hát ilyen, hogy mondjam, audiofil haverom szerint nem fog túl jól szólni, mert nincsen mély nyomó. Hát azt majd meglátjuk. Egy kicsit leszedjük ezt, egy kicsit megpödörjük. Lehet, hogy nem így kéne csinálnom, de hagyományos régi szerelésekből ennyi még megmaradt. Van a dolgok, amiket nem változtat az ember. Aha. Egyébként megmondom őszintén, azt hittem, hogy ez úgy gyakran használom ezt a megmondom őszintén szófordulatot. Szóval megmondom őszintén, azt hittem, hogy azért ezek valamivel nagyobbak lesznek. Mert hogy méricskérnem kellett volna egy kicsit, ezt nem tettem meg. De hogyha jobban szólnak, mint azok a hangszórók, amik jelenleg nem működnek az asztalomon, azok... Hát, hogyha annál jobban szólnak, akkor már nyert ügyünk van. Left, right, és akkor kivontjuk a tápegységet is. Milyen hosszú lehet videót lehet csinálni egy hangfalpárral? Hát a
Hát az az RCA-s nagy jack-es megoldást most hanyagolni fogjuk, viszont helyette szereztem ilyen jack-jack kábelt, és akkor ezzel a jogdíjmentes Joaquin Caruth zenével próbáljuk is ki. Hát az baromi jól szól, ahhoz képest, amiket eddig használtam. Atya úristen! Ne bőgésd a... szól ahhoz képest tényleg, amiket eddig használtam. Jó, lehet, hogy nem egy KRK Rockit valami, de azt hiszem, hogy ezt azért a Tascam ilyen, hát ilyen kezdő stúdióknak vagy stúdiósoknak találta ki, úgyhogy arra, amire én fogom használni, arra bőven jó lesz, és a mérete hát tényleg kicsit kisebb, mint gondoltam, de ennek köszönhetően el is fog férni az asztalom. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna ez az unboxing, meg rövid teszt, mélyek is vannak benne, de mindjárt csinálok egy ilyen kis lassított felvételt a membránról, ahogy remeg. Don't miss a shot.